jelzének az előkészítése, megszervezése elképesztő nagy feladat. A polgármesternek komoly gyakorlata van a szervezésben, de gondolom azért ez nem volt egyszerű mit sem. Ugye természetesen ez egy nagy rendezvény, egy évben egyszer fordul elő. Sajnos most egy ilyen időpontba kellett tartanunk, majd februárit szeretnénk visszahozni, meg úgy tartani, csak most a pandémia miatt kellett eltolnunk, mert nem akartunk olyan rendezvényt tartani, ahol meg kell különböztetnünk, hogy van oltási igazolványa, vagy nincs az embereknek, így mindenki eljöhessen, ezt az időpontot választottuk. Természetesen sokat kell dolgozni benne, meg ahhoz, hogy egy tornateremből váltermet varázsoljunk, de egy jó összefoglással sok-sok emberrel együtt, jó segítőkkel, mint például emese, vágó emese, ez könnyen megy. Csapatunk, ezt biztosan tudjuk, de az, hogy a díjazottakat hogyan választották ki, ez egy nagyon nehéz folyamat lehetett. Az, hogy ki kap itt kitüntetést, egy elismerést, hogy ő a KABA kiemelkedő támogatója, a képviselő testület és a polgármester is kezdeményezheti, a polgármester is kezdeményezheti. Mindig meg szoktuk ezt jól fondolni, végig gondoljuk és úgy adjuk oda, de természetesen ez még van nagyon sok olyan ember KABÁN, aki azt érezheti, hogy én is nagyon sokat teszek, és én is megérdemelném ezt, és tudjuk mi is, hogy sokan megérdemelnék ezt. De úgy döntöttünk, hogy egy évben maximum 3-at adunk ki. Az erkölcsi elismerés az mindennél fontosabb, hiszen azok az emberek, akiket most kitüntetett a város, azok közismertén adakozó szelleműek, mindenkit támogatnak. Ez az erkölcsi elismerés, ez én azt hiszem több mint szívet melengető. Hát biztos, hogy szerintem az anyagi, pénzügyi vagy dolgok elismerések mellett azok is nagyon jók, meg nagyon kellene, de azt gondolom, ha azt mondják valakinek, hogy te jól dolgoztál, ügyes vagy, és számítunk rád, az egy jó dolog, egy elismerés, és ez tetszik az embereknek. El kell, hogy mondjam, most az egyik, én szempontból is majd kicsit elfogultabb voltam, mint máskor, mert az egyik tanítványom kapta, a Sári Balást 3 évig tanítottam 1-től 3-ig, és mondtam is neki, mikor átadtam a jutalmat, hogy mint tanítónénie is gratulálok neki. Nagyon nagy érzés lehet, hogy azok a srácok, akiket annak idején tanított, most már felnőtteké váltak, sőt, nem is akármilyen felnőtteké, akik sokat tesznek a közösségért. Örülök neki, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy olyan emberekkel legyenek, és olyan ember, akik úgy gondolják, hogy ő tenni akar, tenni tudnak, és tenni akarnak azért, hogy ez a közösség jól működjön, jól fejlődjünk, és egyáltalán közösségnek nevezhessük magunkat. Hogy érzi? Úgy sikerül a városba, ahogy elképzelte? Mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy a eső egy kicsit elriasztott bennünket. Az is igaz, hogy közel van a húsvét, és ez a húsvéti készülődésnél ez most egy nem egy szerencsés időpont, de egyszerűen nem volt más időpont, és azt még nem akartuk, hogy elmaradjon ebben az évben is.